Az elmúlt két hétben csökkentek a szezonális zöldségek árai a szekszárdi piacon, így a fogyasztók is olcsóbban juthatnak hozzá az egészséges élelmiszerekhez. Sok termék esetén azért esett, mert jelenleg is terem a jó minőségű hazai. Végül is most elfogadható az árak, van, ami drágább, van, ami olcsóbb, úgyhogy eltevéshez például a paprika, lecsó, akkor savanyúsághoz aránylag elfogadható árak vannak. A gyümölcs az, ami drága, sajnos. Az nem a mi pénztárcánknak való, de azért megvesszük. Mely gyümölcsök drágultak? A baraszk, az nagyon drága. Szőlő is, hát jó, az még, ugye még annak nincsenek itt az ideje, de különben elfogadhatóak. A szezonális élelmiszerek árai ugyanakkor az általános árcsökkenés miatt is kedvezőbbek. Ezzel szemben a külföldről érkező zöldség és gyümölcsfélék, a fagyasztott termékek és a befőttek jócskán megdrágultak. A díjakba beépültek a jóval magasabb szállítási költségek és a szélsőséges energiaárak is. Például az őszi barack, akkor a szőlőből is most van magyar is, de külföldi is van. A zöldségekből én nálam csak paradicsom van, meg az a pár zöld hagyma, paprika. A legnépszerűbb hazai zöldségfélék, vagyis a paprika, a paradicsom és az uborka egyre alacsonyabb ára elsősorban annak köszönhető, hogy nagy mennyiségben teremnek idehaza, és szezonjuk van. De kihat a fogyasztói árak általános csökkenése is. Attól függően, hogy ősz van, ugye a paprika már olcsóbb, de például a zöld van még most is 1200 forint, úgyhogy meg lehet venni, hogyha van pénzed. A szőlő és a barack még mindig a legnépszerűbbek és a legkelendőbbek a piacon. Ugyan sok az olyan gyümölcsfajta, aminek nem tett jót az időjárás, mégis szinte minden megtalálható a termelőknél, árusoknál. Azonban ezek árai már nagyobbak. A barackárak azok stagnálnak, tehát a kezdete óta, sőt, megy felfele. A szilva ára az most beállt talán, úgy gondolom. Hát paprikáké azok maradnak egyelőre, de hát aztán majd az időjárástól függ. Igazából. Megállapítható, hogy az árak nem sokban változtak az előző évhez viszonyítva.